Olcsón és gyorsan szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com oldalát, és használd a bazsi kuponkódot 500% kedvezményért. Na szavaztok, srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és elég régen volt már Squad Builder, ezért úgy gondoltam, hogy csinálunk egy újat. A mai alanyunk, aki köré egy csapatot építettem, nem más, mint egy Inform 93-as Luis Suarez, akit, aki követ Facebookon, azt tudhatja, hogy kinyitottuk. Sajnos nem eladható, de nagyon jó kis játékos, így nem is biztos, hogy eladnám. Viszont aki nem követ Facebookon, az amúgy nyugodtan tegye meg. Leírásban ott van a link. Úgyhogy, ja, Luis Suarez köré építettem egy eléggé jó kis csapatot. Nem olyan hihetetlen drága, sőt, de nagyon-nagyon jó érzés volt velük játszani. Egy meccset játszottam igaz velük, de nagyon király kis csapat volt. Azt hiszem 10 vagy 11 gólt lőttem, rohadjak meg. Igaz, hogy ilyen barátságos meccsen, de lényeg a lényeg. Ha nem hiszed el, akkor itt a kép. Az cső. Viszont még mielőtt bemutatnám a csapat többi részét, hogyha szeretnétek még további Squad Builder videókat látni a csatornán, akkor dobjatok egy lájkot, illetve kommentbe jelezzétek amúgy, hogy ki lenne az a játékos, akiről szívesen látnátok egy csapatépítős videót. Úgyhogy ja. Viszont akkor kezdjük kapustól. Kapuban nem más, mint Ederson áll, aki nekem az abszolút favoritom ebben a játékban. 12.750 coinért vásároltam, 731 meccse, jó pár hónapja, még a játék elején, és hát azóta nem mozdult ki a csapatomból lényegében. Egyszerűen jobbat nála nem találtam még a játékban, igazából nem tudom, hogy miért vált ennyire be, de nekem bejött a csávó. Rightback pozícióba Serge Aurier került 1400 coinért. Egész jó statisztikái vannak, és hát egy meccsen eddig nem játszott rosszul. Egy újabb játékos, akit nagyon-nagyon szeretek. A játék elején annyira amúgy nem jött be, de most már 91 meccse folyamatosan használom, és nagyon szeretem. Nem más, mint Eric Bailly. Elég jó OP pali. Igazából sokan használják. Következő középhátvédünk nem más, mint Miranda. Őt is használtam már párszor, viszont eladtam, és most ugye visszavásároltam. Ez a medium work rate annyira nem jó, de igazából nem egy rossz védő egyáltalán. Jó statisztikái vannak lényegében. Left back pozícióba szintén egy OP játékos, Dalbert került. High medium work rate, tehát nem a legvédekezőbb stílusú szélső hátvéd, de én amúgy szeretem azokat a szélső védőket, akik felfutnak és segítenek a támadásba, úgyhogy nekem pont jó igazából erre a posztra. Háromfős középpályánk egyik tagja nem más, mint egy Inform Pedro Obiang, ugye ő egy viszonylag friss kártya, az eheti Team of the Week-ben kapott szerepet, egy meccs, egy gólpassz, nyilván nem azt várjuk tőle, hogy minden meccsen lőjön gólt, de tök jó kis védekező felfogású középpályás igazából. Újabb spanyol játékos, ő nem más, mint Ander Herrera, ő is egy ilyen elég all-around játékos, inkább védekező, mint támadó, de high-high work rate-jei vannak, úgyhogy nincsen vele se semmi probléma, egy meccs, egy gólpassz szintén. Egyik nagy kedvencem a FIFA-ban Paulinho, 205 meccset használtam ezt a kártyát, meg előtte a sima kártyáját olyan 400-500 meccsen keresztül, és nagyon szeretem, igazából jó vele játszani, hihetetlen jó statisztikái vannak, mind támadásban, mind védekezésben elég jó, úgyhogy elég korrekt. Támadó középpályásunk nem más, mint Marco Asensio. Én a támadó középpályást igazából már a támadó sorba szoktam sorolni mostanában. Ez a pali, ez elég brutál volt az előző meccsen, ugye amit játszottam így egybe ezzel a csapattal, 2 gól, 3 assziszt, hallod, de mi van? Óriási, soha nem gondoltam volna, de amúgy nem rosszak a statisztikái, viszont ő egy olyan kártya, akit én igazából egy ilyen fő keretembe nem használnék, de jó érzés vele játszani igazából. Ez a pali, ez ki ezte? Diego Costa. Meg nem mondtam volna életemben, hogy én ebből a FIFA-ba használni fogom ezt az embert, de kellett a spanyol link, és hát Diego Costát földobta a Foothead, amikor építettem a csapatot. Igazából úgy voltam vele, hogy kipróbálom, de most ez a pali, ez olyan brutális befejező csatár, hogy fölsírsz amúgy. Egy meccs, 3 gól és 3 assziszt emellett. Hallod? Óriási. Tehát ez a 25 000 coin kb,
ami már szerintem kevesebb is, bőven megéri. Jó, igaz, hogy csak egy meccset játszottam vele, de már nekem azért megérte. Úgyhogy én őt meg fogom tartani, esküszöm, nagyon kemény. Viszont a csapatunknak a fő játékosa, úgymond, Luis Suárez, egy negatívuma van igazából szerintem, ez a 77-es sprint sebesség, de hát most na. Viszont ha megnézed, akkor nagyon gyorsan eléri a maximális sebességét, ugyanis 89-es gyorsulása van. Úgyhogy vele sincsen igazából probléma. Ő egy ilyen befejező és kiszolgáló játékos a csapatomba. Ebbe is, meg a fő csapatomba is amúgy. 137 meccs és majdnem 200 gól, 136 gól passz, úgyhogy igazából a számok magukért beszélnek, viszont én amondó vagyok, hogy kezdjünk bele egy meccsbe, és nézzük meg, hogy hogy teljesít ez a csapat, mondjuk hétfő van, úgyhogy Daily Knockout turnamentbe. Daily Knockoutot nem fogunk játszani, mert valami gebasz van, úgyhogy marad a friendly, meglátjuk, hogy milyen ellenfelet találunk, viszont nézzük is igazából. Meg is van az ellenfelünk, akinek egy egész korrekt kis csapata van. Nem lesz rossz ez a meccs szerintem, lehet, hogy nem fogunk nyerni, de jó meccs lesz. Ó, megszökött a Suárez! Mi van, öcskös? Luis! Mondtam, hogy nem szarapali. Igazából ennyi kellett neki, hogy gólt lőjön. A Luis, ha megszökik, akkor meg van szökve ez a helyzet. Ő egy ilyen játékos. Az öreg ember. És a passz. Dalbert. Ha mondjuk ő nem tud lőni, az a helyzet. Ó, Erik Bailly. Erik Bailly. A power. És ott a Costa. Meg a Perin is. Suárez. Costa. Suárez. Luisito. 2-0. Ennyi. Luis Suárez, gyerekek. Gólpassz pedig Diego, Armando Maradona, Da Costa. Maradjunk Diego Costánál. Nagyon jó. A három szögek. Costa, a befejező csatár. 3-0. Mi van itt, kérem szépen? 34. perc, 3-0-ra vezetünk. Nem is egy olyan szar csapat ellen. Az a helyzet, hogy ez a csatársor, ez egy olyan csatársor, ami... Hát ilyen... Mi van, öcsém? Dolog. Csoszta? De csúnya volt. Nagyon csúnya volt. Szóval ezzel még nem lőttem amúgy szabadrugást. Hát, ha ért hozzá. Mi van? Luis! Ott a három. Mármint a négy, de neki a három. Azaz mester hármas. Megtudtuk, hogy Luis Suárez szabadrugásból se az utolsó. Sőt, nem kéne hagyni, hogy lőj. Hú, Miranda! Gyerekek, élvezek játszani a FIFA-val. Itt az első félidő véges, srácok. Mondtam én, hogy jó meccs lesz. 4-0 ide. Az első félidőben. Remélhetőleg az ellenfelünk még bírja egy pár gól erejéig. Meglátjuk, csak ne lépjék ki, tesó, mert amúgy nem játszik rosszul egyáltalán a Pali. Csak egyszerűen ez a csapat, ez... Nem tudom, mi van vele. Costa. Nem rossz lövő. Hát mi van? Gyerekek, mi van? És itt most nem mondd azt, hogy szar az ellenfél. Mert ez senkinek a kapusa nem fogja meg. Tehát, hogy ez így... Hát az öreg ember belőtte, nem? Az 50-nek látszó 28, vagy mennyi? Amúgy. Óriási futballista ő is. Jaj! Kick-off glitch! Nem baj, belefér. 5-1-nél bőven belefér. Vagyis hát 5-0-nál. És megy a kontra. Hat egy. 8-1 már nem lesz szerintem, de 6-1 az maradhatna. Negyedik gólja Suáreznek? Jó, mondjuk ezt öreg anyámmal is belőttem volna. De ja. Hát figyelj, ezt is be kell fejezni. Egy ötödiket. Luis Suárez. Vágod? Nem véletlenül csinálok róla videót.
Óriási. 7-1. Elkérjük a labdát Suárezzel. 7 lövés, 5 gól. Szerintem nem rossz. Úgyhogy 100%-ban elégedett vagyok. Ezzel a csapattal amúgy, nézd meg. 8.4 alatt senki nem volt. És Ederson is csak azért kapott amúgy 9 alatt itt, mert kapott egy gólt véletlenül. Kikovból. Oriének meg sok dolga amúgy nem volt. Luis Suárez vert egy 5-öst. Costa lőtt 2-t, az ugye 7. Assist 3 Costánál. Hát ez a Pali már megint mit csinált ma? Jegyezzétek meg. Diego Costa. Őt kell megvenni, srácok. Ő az olcsó Ronaldo. Az igazi Ronaldo. Esküszöm, óriási a Pali. Hát hihetetlen. Na mindegy, srácok, ennyi lett volna amúgy ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Én személy szerint nagyon-nagyon élveztem ezt a meccset. Remélem, hogy ez látszott is amúgy a videóban. Az ordibálásokért meg ilyenekért bocsi, de ha egyszer én beleélem magam a FIFA-ba végre, akkor én beleélem magam a FIFA-ba. Úgyhogy ja. Viszont srácok, tényleg ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. És ja, találkozunk hamarosan egy újabb videóban. Szevasztok!